Nem közeledett a kormány és a pedagógus szakszervezetek álláspontja a csütörtöki egyeztetésen a PS és a PDS szerint. A kormány 5 bérsávot hozna létre a gyakornoktól a kutatóig, a tanárok azonban hiányolják a konkrétumokat. A csütörtökre meghirdetett sztrájk napon mérsékeltebb volt a részvétel a korábbinál. Pénteken folytatódik a munkabeszüntetés és a szaktárcával zajló egyeztetés. Az utcáról is be lehetett látni az oktatási hivatal földszinti termében, később azonban behúzták a függönyöket. A PS és a PDS itt egyeztetett Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárral. Az álláspontok 2,5 óra után sem közeledtek. Nevetséges emelés lenne. Ezt mondta Nagy Erzsébet a kezdő tanárok számára felajánlott béremelésről. A kormány 7 éven belül 5 bérsávot hozna létre a gyakornoktól a kutatóig. A PDS hiányolja a konkrétumokat. Ténylegesen nem lehet tudni, hogy kinek mennyi lesz a bére, semmiféle garancia nincs komolyabb béremelésre. Szerintem eleve úgy is alkották meg ezt a szabályt, hogyha nem jönnek az uniós támogatások, akkor is életbe tudják léptetni. A másik nagy pedagógus szakszervezet szerint a szaktárca csupán végighallgatta a tervezettel kapcsolatban megfogalmazott kritikáikat, ám semmit nem reagált. Egyértelműen kiderül, hogy a pedagógus hiányt akarják burkoltan eltüntetni, illetve hát bosszú hadjáratot folytatni a sztrájkban, illetve a polgárengedetlenségben részt vett pedagógusokkal szemben. Itt a Bolyai János műszaki technikumban csütörtökön 11 tanár sztrájkolt. A 37 éve kémiát és fizikát tanító Pámer Éva is köztük volt. A mai napon 3 órát sztrájkoltam azért, hogy a fiatal kollégáknak tudjak segíteni abban, hogy nekik egyszer ez a pedagógus pálya vonzó legyen, és ők maradjanak a pályán. A Dunakeszi Gimnázium 2 tanára szintén sztrájkolt. Egyikük azt mondta, amivel régóta küzdenek, kollégáik hullámzó lelkesedéssel vesznek részt a sztrájkokban. Most éppen csökkent, bár a benyújtott törvényjavaslatok eléggé borzolják a kedélyeket, úgyhogy lehet, hogy legközelebb még többen leszünk. A PDS szerint a munkabeszüntetés pénteken folytatódik, mint ahogyan a szaktárca és a pedagógus szakszervezetek egyeztetése is. A pedagógusok szakszervezete népszavazást is kezdeményez. 5 kérdést fogalmaztak meg a pedagógusok munkaidejével, a diákok óraterheivel, az iskola bezárással, illetve a szaktanári munkakör betöltésével kapcsolatban. A kérdéseiket már benyújtották a Nemzeti Választási Bizottsághoz. A népszavazás kihirdetéséhez 200 000 aláírásra van szükség.